Hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, hello, hello. Ez egy ilyen kis vlog bejegyzés lesz, vagy minek mondják ezt. Lesz egy kis sztori, meg lesz egy ilyen összefoglaló a 2018 és 2023 közötti időszakról. Úgyhogy kezdjünk is a sztorival. Ugye én ilyen 2005-2006-ban csatlakoztam be először így az internet világába, akkor a kezdeti egyel játszottam erőteljesen, tesóm is néha-néha játszogatott vele, és ugye én egy Red Crackshot néven voltam ismert ott a kezdeti egyes érában. Aztán szép lassan változtak a neveim, nekem is majd lettem Crackshot. Aztán kijött a Call 2, United Offensive-eztünk a ismerősökkel, meg négy nagyobb brigáddal. Kod 1-be, amikor túltalán már, akkor már Red Crackshot voltam, vagy lehet, hogy már Weber voltam ott is, vagy Weber. Akkor csatlakoztam egy magyar nagy klánhoz, akkor még ilyen hostinggal is foglalkozós, FGC, Freedom Guardians, mit tudja, mi volt a nevük. Ott csatlakoztam így először, ott találkoztam Konstéval, aki későbbiekben nagy haverságban voltunk, meg szerintem most is vagyunk. És ugye utána az a hosting megszűnt, beleolvadta az Ubinetbe, majd a Ubinet beleolvadta a Clans.hu-ba, és a Clans.hu-t meg a Vengeance vásárolta föl, talán így hosting alapján, ugye most a Clans.hu néven üzemel amúgy, itt ez a összefoglaló neve. És ugye szép lassan ízlő volt nekem egy saját klánom is, az Airborne Division AD. Ott voltak miskolci ismerősök, budapestiek, meg így a világ összes tájáról mondhatni. És aztán meg a egyik ismerősömmel és közeli barátommal, Zsocával kezdtünk el közösen menni, csinálni, építeni klánokat, és akkor így volt, hogy csatlakoztunk talán a... Nem is tudom, hogy mik voltak a neveink. Volt egy pár, azt tudom, hogy utána a legelsőn, amikor már topposok voltunk Európában a klánbézen, akkor Valley of Darkness-be voltunk talán. Meg így na, Restar, meg hasonló, nem tudom már pontosan. Régi őskori dolgok, jó, nosztalgikus kicsit. És akkor ugye ott már Weber néven voltam, úgy tudom elérhető, meg így, ja, meg a, volt a Totálkod, annak a TS-én is elég sokat fent voltam, voltak Siófoki Csajsz ismerősök, akikkel játszottunk, publik meccseket mentünk, meg hasonlók, aztán Kod 2-öztünk is valamennyit, de az annyira nem ragadt meg, talán kijött a Kod 4, akkor ezt meg se vettük, még szerintem, hogy most sincs meg nekem a Modern Warfare-nak a tényleges első verziója. De ott nagyon sokat játszottunk amúgy azzal is, de nem tudom, hogy miért nem jutottunk el odáig, hogy versenyszerűen játszunk vele, de mondjuk volt ott is, azért csináltuk, voltuk neki, hogy lehetett jó kis promódos szervereken, jó kis varokat toltunk, meg publikoltunk elég sok helyen. Aztán volt egy időszak, ilyen 2000, mondom is tudom, 2010 és 14 között volt egy ilyen szünetem, ahol igazán az internetes világ az abban teljesült ki, hogy megcsináltuk a Zsocának a tesójával közösen az első zenekiadónkat, mert producerként tevékenykedett a Laci, és jártunk zenélgetni. Én annyira nem folytam bele a producerkedésbe, minimális dolgokat csináltam én is, vannak ilyen elkezdett projektjeim, de hát igazából nem fejeztem be őket. Nem félkészek, lehet, hogy egyszer nekiállok és megcsinálom, de ugye nekem nincs olyan tapasztalatom, meg nem tudok úgy annyira figyelni egy ilyen hasonló, hát az erőteljes, egy produceri munka az nagyon, nagyon erőteljesen
mentálisan ott kell lenni, és ugye egy gyári munka mellett nem lehet ilyeneket csinálni. Még ez a streamerés, meg a sima játszogatás, ez meg ugye elmegy, mert hogyha nem multizol, sztori játékot játszasz, azt nagyjából így lesz az ember ugye egy 8 órás műszak után, de azért egy produkciói munka az jóval erős teljesebb. Na és akkor ebben az időszakban volt, ugye jártunk zenélgetni, és akkor csináltuk meg először a Chocolate Dealer Records, ami egy ilyen house-os, technós, minimálos, trance-es stílusú kiadó. Ugye ez még most is üzemel. Mondjuk én már sok munkát nem tudok belefektetni, Laci meg már jóval korábban elhagyta, vagy nem is elhagyta, csak nem tud vele foglalkozni, ugye család, stb. Azt rámaradt, és utána talán egy évvel a 2013-ban talán, amikor megismerkedtem az akkori Backscrap nevezetű Ricsivel. Vele csináltunk egy másik kiadót, a Raven Digitált. Az egy progresszív elektro trap kiadó volt annó, most már ugye azóta újra kezdtük egyszer, és utána őnek inkább elkezdett külföldre dolgozni, ghostingol, stb. És akkor ugye így ez háttérbe szorult ez a kiadó. Képzele jelent meg ott ugye a elég híres a Benny Benassi val csináltak egy közös kollabot olasz srácok, Pinky Spunk, talán ők jelentek meg nálunk, meg ugye Ricsinek a Aftershock-os formációja, ott a hacket adtuk ki ugye a Leven Digitálnál először, azt utána ugye jött a neki Dreacid, meg még nem is tudom mi jelent meg ilyen nagyobb kiadónál, de most így nem tudom, de az nem is ide tartozik. És akkor ilyen 14-ben kezdtem el újra visszatérni, akkor ilyen single player játékokkal játszogattam, meg nem is tudom mi volt akkor, mert ilyen single player játékokkal játszottam, meg free to play multiplayerekkel. Tehát akkor volt a Ghost Recon Phantoms, Ghost Recon Online nevezetű, nem TPS lövöld, de ugye most a Shadow of Soldier remake, úgymond, szellemi örökös, az most készül, és az ki fog jönni amúgy hamarosan. Na, annak volt ugye a Ubisoft-os free-to-play játéka. Azzal játszogattam, azt utána talán elkezdtünk siege-ezni, még az alfa-beta verziókkal játszottuk a siege-el, ilyen 15 vége, 16 év eleje, év vége, már nem tudom pontosan, és ugye kijött a siege, hogy csináltunk egy nagyobb klánt, de én már 14-ben talán Robival voltunk, a Drobállal voltunk, így akik játszottunk, meg volt egy-két régebbi ismerős, és akkor úgy toltuk így, most pontosan nem tudom miket, de ugye abból így alakult ki a Raven Squad. Ugye ez a mostani klán, ami klán is, meg community is egyben ugye itt a csatornáj. És ugye szép lassan megfogyatkoztunk, lettek másik klánok is alakultak belőle, meg hasonló, ugye mindenki máshol él, így nehezen összeegyeztethető ugye a közös játék, meg hasonló, hogy más beosztásban dolgozunk, meg ilyenek. És ugye ezért eléggé megfogyatkoztunk, és akkor talán akkor is már ez a Siege-nek a első év végén volt az, amikor már egy kicsit így megcsappant így a létszámunk. Ugye mindenki szétszélett, és akkor ugye a Division kezdeténél kezdtünk el összeismerkedni a Kicsi Bubival, aki a Vadósznak a TS-én játszott Siege-et. És akkor vele így elkezdtünk divisionozni, meg volt ugye nálunk is jó pár ember, aki divisionozott, és akkor így, ott is lettünk egy jó páron, és akkor játszogattunk. Meg egy másik, már nem is tudom mi volt a másik TS-nek a neve.
ott megismerkedtem az Ifferrel, meg a Szabival, meg a Donnal. Ők velem egy idősök, vagy tőlem egy kicsivel idősebb tagok. Ők is ugye divisionozták, dalgzonoztunk elég sokat velük, meg ilyenek. Meg akkor de ők is ugye ott a klányok, úgy tudom, hogy ott is így kicsit feloszlott, vagy meg hasonló volt, nem volt ennyi idejük ott is ugye megtartani a közösséget, és akkor ugye lett nálunk itt a divisionos részre, meg ugye néha szígyeztünk is. Aztán szép lassan így a Bobival ketten így elkezdtünk, hogy is mondjam, Bobinak volt már egy MMORPG-s csapat, ahol nagyon sokat ugye bent volt, és nagyon sokat volt ott, és úgy onnan csapódott át ugye a Siege-esekhez. És akkor szép lassan oda beilleszkedtem én is a Night Raid-hez, ahol megismertem a Gézát, a Sniper-t, a Knight-ot, a Sniper-nak a feleségét, meg egy jó pár másik embert, akikkel igazából nem játszunk együtt, de így el vagyunk, mint közeg, és akkor beszélgetünk így nap végén, meg hasonló, meg van, akkor játszunk is, mikor, hogy. És akkor most nagyjából itt tartunk, hogy ugye elkezdtem a... Most jöhet az a összefoglaló a 18 és a 23 közötti időszakról, most egy kicsit kitérek el is valamennyit. Ugye 18 év végén lőttem fel az első ilyen próba streamet, egy Division 1 Last Stand-es meccs volt talán, ahol lehet is kaptunk, de igaz, föllőttem csak így tudatlanba, azt egyből jött egy 3-4 követő, vagy nem is tudom mennyi. És akkor mondom, jó van, akkor majd a Div 2-nél. Nem is a Div 2, hanem talán az Atemnál, mondta, jó van, az Atemnál majd elkezdjük. És akkor ugye ott el is kezdtem az Atemot, streameltem, tehát egy 24 órás live-val kezdtem, utána a Metro-ba is belenéztünk, 19 év elején, meg ugye a Division 2 az végig lett játszva, csak ilyen enyhén rossz minőségben, hát eléggé akadozott, ugye egy régebbi FX-es AMD-s gép volt, ők a kártya az jó volt benne, egy 1060-as volt, úgy tudom, abban, akkor ott a végén, és akkor ugye úgy szép lassan 19 év vége fele lett meg a gép, az új, azzal már ugye normálisabban tudtam streamelni, meg akkor már ugye elkezdtük a Division 2-es tartalmakat hozni, meg a többi ilyen nagyobb teljesítmény játékot lett egy jó pár végigjátszás, Mafia franchise teljesen végig lett játszva, Control, voltak olyanok, amikbe csak belekezdtünk, mint mondjuk a Wolfenstein Youngblood, de azt majd valaki kijátszuk szerintem. Akkor még hasonló játék, ugye inkább ilyen kooperatívokkal játszogatunk, meg van is nagyon sok a tarsolyba, amikkel még szeretnék játszani, meg is van, csak ugye össze kell hozni, hogy kedv is legyen hozzá, meg hasonló, ugye meg úgy 19-ben a remake-ed Modern Warfare is nagyot ment, meg ugye most a Modern Warfare 2 is, váltuk a New World-ot, azzal is játszottunk, annak is van ilyen úgymond sztori végigjátszása, de ugye egy MMO-t nem lehet kijátszani. Meg vannak ilyen indie címek is, mint mondjuk a Forest-et is, be is belekezdtünk, de mondjuk azt is így nem fejeztük be, csak elkezdtük. Na, nagyon sok játék itt a csatornán, itt a YouTube-on meg tudjátok nézni. Amúgy ezeket, mert minden ugye listázva van, most már elkezdtem egyedi covereket csinálni hozzájuk. Ugye ezek általában streamből átvett vodok, amik a Twitch-en mennek a Webber 90 csatornán. Ugye vannak itt a csatornán TikTokos, mert nem TikTokos, ima short tartalmak, ugye azok általában Twitch-ről átmentett klippek. Vannak ilyen Nvidia highlights-ok, azok inkább Hans Showdown-ból vannak. Meg vannak ilyen egyéb videók is, ugye vannak még az annó DJ-zős időszakomból is van egy-két felvétel, amikor
csinálunk bulit egy-két helyen, a környéken, akkor ugye a Subnautica, az Early Access-be játszottam végig, még a Facebook-on streameltem, a Facebook Gaming-re streameltem annó, azokat, de azok is ugye, itt is van egy jó pár, a Below Zero-t kezdtem el talán nézni Facebookon, és Twitch-en egyszer streamelni, és akkor azok át lettek mentve már így ide, de csak talán a végleges, ami tehát tényleg végigjátszva lett, akkor végig lehetett már játszani. És akkor most vagyunk nagyjából szinte, így az elmúlt időszakban ugye csinálgattam, amit tudtam, mert volt egy ilyen géphibám, és most még mindig van egy minimális problémám, de már nem olyan vészes, már kontrollálható a dolog, úgyhogy most így megyegettünk előrefele. Próbálok, ugye most ez a visszatérésről szólt, úgymond, ilyen augusztusban kezdtem el tényleg jön újra nekiállni. Hát Twitch-en még nem annyira erőteljes, évelején volt egy 100-as raidem, és nem is 100-as, ilyen 70-es, 80-as raidem, amiből lett egy ilyen 98-as néző, és azt megtartottam jó pár óráig. Mondjuk ez jó lenne egy hasonló számot összehozni mostanság, tehát ez azért nehézkes, úgyhogy nem tudok rendszeresen streamelni, ugye a munka miatt, meg mikor, hogy van, ugye nyáron több munka van egy családi háznál, mint mondjuk egy panelban, hasonló meg, de ez miatt nem fog panelba költözni, hogy az egy másik közeg, nem nekem való. Úgyhogy ja, így nem ígérek semmit, így a jövőre nézve amúgy, de vannak céljaim, nem olyan nagyok, mint amik lehet, hogy egyéb streamereknek van, vagy youtubereknek. Én beérem azzal, hogyha egy youtube-on partner leszek, meg talán Twitch-en szeretnék partner lenni. Így legalább egy minimális ennyi. Igazából a követő számokat szeretném így megugorni mindenhol most jelenleg, és akkor így jövőre valahogy összehozni azt a Twitch partnerséget, nem is, de a YouTube partnerséget, és a YouTube partnerséggel szeretnék a Ubisoft Creator programjába belépni. Ugye ehhez egy ilyen jó átlagos 30 átlag néző kéne, vagy 20-20-30 talán, és 3000 megtekintés a videókra, vagy hasonló. Úgyhogy az így egy elég erőteljes ugye kitétel a Ubisoft részéről, de ide szeretnék mindenféleképpen csatlakozni. Most már egy ilyen játékpromóval foglalkozó oldalon már jó pár játékot kaptam így általatok, mert hál' Istennek van annyi nézőm már, hogy kisebb indie játékokat meg tudunk nézni, meg hát ilyen kisebb indie játékok, ezek a 15 euró és 20 euró közötti játékokra gondolok, ilyen nagyon indie fejlesztőktől. De valamelyik jó, és nem is az, hogy valamelyik, mert mindegyik jó. A maga az árérték arányuk, azok mindegyiknek jó szerintem. És szórakoztatok még úgy is, hogy van, amelyiket tényleg így mondom, bekérem, mert azt írják, hogy több kulcsot adnak, de mégse adtak több kulcsot, de így szólóba is el lehet hülyéskedni benne. Megélvezhető, el lehet lenni, meg tényleg játékol is bőven van benne. Amik ugye itt a csatornán fő tartalmak, azok a Division franchise-hoz kapcsolódnak. Nagyon várom a Heartlands-et, meg a mobilos verziót, majd ki lesz próbálva a mobilos verzió is szerintem egy BlueStack-kel vagy akármivel. Az Assassin's Creed szériával szoktam foglalkozni még. A Witcher szériával fogunk foglalkozni jövőre majd. Meg még jó pár végigjátszás van tervben.
meg jó pár ilyen apróbb játékoknak is lesz majd bemutatása. Ugye a Stronghold volt most egy olyan cím, ami ilyen nosztalgikus RTS City Builder, és inkább RTS az, hogy abból kaptam egy kulcsot bemutatásra. Ugye abból van most egy ilyen grafikai remake inkább, mint sem igazi remake, mert az tényleg egy epikus játék. Még van, ami ilyen... Hát, a többi az már csak ilyen szimulátor, meg egyéb játékok, ugye, de ezt majd ugye itt a leírásban, meg a csatorna meg tudjátok nézni. Ugye a leírásokban mindent megtaláltok, amúgy most így kitérek el is. És ja, ennyi. Nagyon most más nem akarok elmondani. Ugye a céljaim továbbra is ez, amit már mondtam, hogy a YouTube partnerség, Twitch partnerséget szeretném elérni. Ugye itt a promós oldalon szeretnék még jobb lepúval rendelkezni, még nagyobb fejlesztőktől kapni ugye bemutató játékot. Akkor Ubisoft Partner Programban ugye szeretnék csatlakozni. Ez most egy nagyon fontos cél számomra, hogy azok közé tartozhassak. Én nagyon szeretem a Ubisoftos játékokat, Siege, Ghost Recon, Division, X-Defiantot majd fogjuk tolni, ugye az a free-to-play következő FPS a Ubisoft-tól, Assassin's Creed-ek, True, mi van? Hát meg még a Immortal Phoenix Rising-ot is még ki kell játszom, mint én most jövőre. Meg jó pár másik Ubisoftos játékot, meg egyéb játékot is ki fogok játszani jövőre. Úgyhogy ha gondoljátok, kövessetek be, nyomjátok a like-ot, vagy nyomjátok a dislike-ot, keressetek Twitch-en, TikTokon, Facebookon, Instagramon is. Ugye minél többen vagytok, annál több mindent tudok adni én is nektek. Én nem versenyezni akarok a többi YouTuberrel, streamerrel, vagy TikTokerrel, mert nekem nem célom ez, nekem van egy munkahelyem, ahol el vagyok, megfizetnek, és mellette csinálom ezt az egészet azért, hogy fejlődjek én is. Mert ugye mégiscsak egy introvertált, keveset beszélő emberke vagyok, és próbálok így egy kicsivel többet beszélni is, meg fejlődni, hogy jobb legyek, meg hogy segíthessek másokon is. Hogyha valakinek kérdés van, nyugodtan tegye föl. És még lehet, hogy lesznek ilyen vlog, meg podcastek, meg egyéb ilyen hír dolgok, akár shortba, akár rövidebb videókba, TikTokon, Twitch-en, YouTube-on. Azt majd kiderül, hogy mit hoz a jövő. Ugye ezek a rövid, hosszú távú tervek, ilyen középtervek most jelenleg nincsenek. Bár mondjuk, de a középtávú terv az, hogy így a minden csatornán Facebookon a elég sok követőm van, de azt hagyjuk inkább a Facebookot. Bár mondjuk Twittert is azért lehetnek mondani, mert ott is fönt vagyok, ugye? Mindenhol webben 90, webben hasonlóan 90 néven megtaláltok szerintem, nagyjából ez a kettő van, amit használok. Ugye a középtávú terv ugye az a követő számok. Minél jobb lenne, hogyha 250 fölött lennék itt YouTube-on, az lenne a legjobb, hogyha 500 lenne, de hát ugye nem mindenkinek tetszett ez a tartalom, meg nem mindenkinek tetszettek én se, meg nem is szeretném, hogy tetszek másoknak, mert nem lényeg, hogy rákényszerítsem magamat másokra, nem az a cél. Az a cél, hogy te úgy döntsél, hogy te szeretnéd ezt
látni, hogy mi van itt, és hogy mit csinálunk a többiekkel, meg hogy miket játszok én, meg hogy akarsz engem követni, akár élőbe is, meg akár beszélgetni velem Discordon, akár, mert azt is meg lehet tenni. Meg hasonló. Úgyhogy mindenkit várunk ugye a community-be, Discordon, a követők között, a lájkolók között, és a leírásban mindent megtaláltok mindig, és hát találkozunk akkor a következő vodban, a következő élő streamben, vagy a következő shortban. Mindenkinek szeretnék kívánni, így ugye ez egy kicsit korábban felvett videó, de így ez 31-én lesz publikálva. Mindenkinek boldog új évet, sikerekben gazdag legyen, és legyen minden jó, és mindenkinek sikerüljön az, amit eltervez. Én is megpróbálok tenni azért, amiről én beszélek, azért is tenni, és rendszeresebb lenni, meg hát kigyomlálni itt a gép problémákat, és új útelővel 2024-ben növekedni, mint a fű, vagy mint a magyar GDP, ami igazából adjuk, de lényeg az, hogy mindenkinek legyen szebb jövője, egészségben, gazdagságban, szeretetben, meg hasonló. Sziasztok, és boldog új évet mindenkinek!